Áldás békesség! Mondjuk el a napkezdő imánkat. Atyánk, lelkünk áldás! Versével. 165. dicséret, a 225. az új énekeskönyvben. Itt van Isten köztünk, gyertek őt kívánni! Hanem alázattal, különbnek tartsátok egymás magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt haláláig. Amen. Mai napon ünnepünk és emlékezünk. És ebben az emlékezésben olyan jó megállnunk, olyan jó nekünk hálát adni azokért a hősökért, akikre igazak voltak ezek a szavak, azok a szavak, amelyek nem csak az emberre, hanem arra is, akit ő elküldött, az Úr Jézus Krisztusra is igaz volt. És hogyha belegondoltok ebben az emlékezésben, valahol ezek a szavak jönnek elő nagyon sokszor a mi emlékeink között, hogy igazság szeretet, szabadság vagy felelősségtudat, hazaszeretet, bátorság, kitartás vagy áldozatkészség. Olyan emberi tulajdonságok, amelyet ott 1848. március 15-én és az utána lévő napokban és hónapokban nagyon fontosak voltak. Kirajzolódtak és értékként voltak jelen. És azt gondolom, hogy ezek az értékek, amelyek ott megjelentek, ezek az értékek annyira fontosak, hogy olyan jó lenne, hogyha ott lennének a mi életünkben és ott lennének a mi mindennapjainkban is. Hát azok a hősök, akikre emlékezünk, azok azt vallották, hogy mindenkinek meg kell állni majd egyszer az élő Isten színáról. És hogy honnan tudjuk ezt,
tudjuk az ő szavaikból, tudjuk az ő sajnálatos búcsúzásukból, amelyet véghez kellett, hogy vittek, és abból, hogy volt hitük. Volt hitük abban, hogy hittek, abban, hogy ők egy igazságos, hogy ők egy jó, és mondhatjuk úgy, egy szent ügyet képviselnek. És ezért mindent megtettek, és ahogy az ige mondta, nem önzésből. Sokkal inkább a szabadság iránti szeretetből, és azért, hogy egymás segítsék. Ott volt az életükben ez az érzés, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez az érzés ott legyen a mi életünkben is, és ott legyen a mi mindennapjainkban is. Petőfi így írt: sors, nyis nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit, adj Isten nagy fényt és erőt nekem. És mint többen is, többen voltak, akik ezzel a lelkülettel és ezzel az indulattal voltak. Érezték, hogy fontos az az ügy, amit képviselnek, és talán sokszor azt is érezték, hogy lehet, hogy ebből ők nem biztos, hogy jól fognak kijönni, de el tudták mondani, hogy nyugodt lélekkel állnak meg az élő Isten szín előtt. El tudták mondani azt, hogy mi megtettük azt, amit megkövetel a haza. Egy kicsit elgondolkoztam, hogy vajon ők, ha most itt állnának esetleg öreg nagyapaként, sokkal inkább déd nagyapaként, akkor ők mit mondanának nektek? Egészen biztos, hogy arról beszélnének, amit ott megéltek a mindennapokban, arról beszélnének, hogy mennyire fontos volt az ő számukra, hogy igen, egy olyan ügyért, a szabadságért, ha kellett, akkor odaadtak és felágaztak mindent. Felágazták sokan közülük a fiatalságukat, aztán felágazták az életüket, és ez számukra mindennél fontosabb volt. És éppen ezért így emlékezzünk rájuk. Úgy emlékezzünk rájuk, hogy példát mutattak abban, hogy mennyire fontos, hogy egy ügyért megálljon az ember, mennyire fontos, hogy az ember úgy tudjon megállni az élő Isten színe előtt, hogy azt tudja mondani, hogy Uram, amit lehetett, azt én elkövettem, és azt megtettem. Egyikük így fogalmazott: Istenem, az ifjúkor ifjúsága egész ember. Árpádot dicső szentjei, virasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük. És én azt gondolom, hogy ez olyan sokszor rajtatok is múlik, hogy valóban ezzel a hazaszeretettel, ezzel a példaértékkel akartok-e, és tudtok-e élni életetek minden napján. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imánkat: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ami minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek ereje legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. A 463. dicséret első versét énekeljük. A 463. dicséret 826. az új énekes könyvben. Isten élő lelke, jöjj, áld a szájára.
figyelembe a 6. évfolyamos során. De erről egy másik szó, a forradalom is eszembe jut. Nekem a tavasz is beúrik, hiszen az egy tavasz ugye. Azt hallottam, aznap esett az eső, sokan esernyővel vannak. Ti tudjátok, mit jelent az, hogy március idusán? Igen, tanulunkok volt körülbelül, de nem emlékszem. Hát ez, hogy a hónap közepén, március idusán, az az 15-e. Beszéltünk már az eredeti vértanúkról is. Emlékeztek? Hát persze, ők voltak azok, akik a szabadságharc után kivégeztek. Nemzetközi ügyvédek? Hát Petőfi Sándor, nem csak lelkesítő verseket írtam, hanem harcolt is a szabadságharc alatt, és egy csatában esett el Segesváron. Eszembe jutott még valami, a március írja. Hát ők már kik voltak? Ők gyülekeztek a Pélvac kávéházán. Azt hiszem, ott kezdődött az egész. Utána vonultak a Nemzeti Múzeum elé, ahol Petőfi elszavalt a versét, a nemzeti dal. Na, egész jók vagyunk, ebből most már biztos összeáll egy műsor. Hát akkor lássuk az előadást, kezdődjék a műsor. Szabadságharc 176. évfordulóját ünnepeljük a mai napon. Évforduló? Ünnep? Kinek mit jelent? Van, akinek egy hosszú hétvégén. Egy leckét a történelem tankönyvből. Egy érettségidővel. Iskolai ünnepséget, amikor elmaradt 2 óra. Szép ruhás, osztályonként felvonulós, verses esemény, amikor társainkat nézzük, szavalat és tánc közben, esetleg még kuncogunk is rajtuk. Mit jelentettük a páink nemzedékének március 15-e? Az, hogy egymással vitatkozó, annyira különböző és annyira mást akaró emberek mégis képesek voltak oly ritka kincset teremteni, a szabadságot. Ez jelentett elveszett barátokat, forradó emlékeket, rengeteg család szép hullását, álmosságot, reménytelenséget, éhhalált. Nekünk a műsor készítőinek dalokat, érzéseket, érzelmeket jelent, múlt és jelen keveredését, a múltnak, melynek ma is van aktualitása, üzenete számunkra. Szükségünk van a megállásra, a történésekre való emlékezésre, az értékelésre, tisztelgésre, tisztelettevésre, arra, hogy együtt legyünk. Ma büszke a szívem, hogy magyar vagyok. Ízik a lelkem,
és szemem ragyog. Ma minden levél, minden ág egy szót suttog Magyarország. Ne csak díszt legyen a kokáda, légy te is büszke hazádra. Szívünkben hevesen dobognak a harcos hősök, lelkünkben még ma is éltek márciusi hősök. A 176 évvel ezelőtt történt eseményeket csak elképzelni tudjuk Petőfi Sándor naplója alapján. Utazunk vissza gondolatban a 19. század Pestjére. Macskaköves utcák, oldalházak, konflisok, német szó és egy maroknyi lelkes fiatal. Ők forgatták meg a történelem ikorgó kerekét olyan sebességgel, amire senki gondolni sem mert. Uraim, uraim! A pozsonyi ifjúság küldöttje vagyok. Most jöttem hajóval. Tegnap Bécsben kitört a forradalom. A bécsi nép barikádokat emel az utcákon. Teljes a felfordulás. A császár elmenekült Bécsből. A mindenható minisztere pedig áruhában szökött meg a városból. Egész Európa forrom. De mit teszek közben a magyar nemzet? Meddig alszol még hazám? A kokos rég felkelt. Kukorékolása rég hirdeti a reggelt. Meddig alszol még hazám? A nap is föllépett. Beözönlő sugarom nem bosszantja képet. Meddig alszol még hazám? Míg rád nem gyúl a ház, mindig, míg a félrevert harang föl nem lármáz. Március 15-én reggel 8:30 tájban egy csoport fiatal ember lépett ki a Pilvax kávéházból és indult sietősen, rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hogy hányan voltak? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Elenyésző szám a százezres városban. Lucskos utcán gyalogolt a kis csoport, kitért útjukból a lovasszakér. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem léptek, mégis, amerre elhaladtak, kinyíltak az ablakok. Itt is, ott is lelépett valaki a járdáról, és csatlakozott a menethez. Előtt nyurga barna arcú fiatalember haladt, szigorú, elszánt tekintettel Petőfi. Az egyetemek fiataljai mind csatlakoztak a menethez. Landerrel és Hekenász nyomdájához már közel 2000 érkeztek, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a nemzeti dalt. A sajtó felszabadításának hírét és a forradalmi nyomtatványokat. Délután csak nem 10 000 ember gyűlt össze a múzeum terére. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok?
ez a kérdés, válaszadok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak és a pályán, kik szabadon éltek haltak, szolga földben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Sehonnai vitang ember, ki most, ha kell, hallni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban égesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó, régi, nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését! Felelős minisztériumot Budapesten! Évenkénti országgyűlés Pesten! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Nemzeti őrsereg! Közös teherviselés! Úrbéri viszonyok megszüntetése! Esküdtség képviselet egyenlőség alapján! Nemzeti bank! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk! Politikai státusok, hogy a szabadon bocsátassanak. Jó. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Szabadságharc a győzelem elérése érdekében. Kossuth Lajos 1848 őszén Doborzó körútra indult, hogy fegyverbe hívja az országot. Sok-sok magyarra indult Beáth Huszárnak Kossuth Lajos kérésére. Thank you.
Indul a hat! Hol van! Ütni szava! Jól van! Szólna a szám! Néma! Puska kiáll! Szélre! Áttataló! Várja! Küszkaló! Karra! Már aki fél! Nincsen! Vér, csupa vér! Minden! Azt jelenti, hogy szabadon választhatok barátokat. Azt jelenti, hogy bátran nevethetek és sírhatok. Azt jelenti, hogy kimondhatom, ami fáj. Azt jelenti, hogy szabadon szerethetek. Azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok. Az embernek olyan drága kincse, amit meg akar vinni. Amiért harcolni is képes. És akár feláldozza az életét. A szabadság az élet. A boldogság ígérete. Az ember titkos reménye, amit nem ad fel sohasem. Mindent megértünk.